Több színházból is azt a választ kapta híradónk, hogy egyelőre fogalmuk sincs, miként fogják betartani az éjféltől érvényes szabályt, mely szerint csak minden harmadik székre ülhet néző. Sok előadásra hónapokkal ezelőtt eladták az összes jegyet. Azt sem tudják, hogyan értesítsék a nézőket, mint ahogy azt sem, hogy az érvényes jeggyel rendelkező közül kiket engedjenek be az előadásra. A Pécsi Nemzeti Színházban a ma esti teltházas előadást viszonylag könnyen tudta kezelni a színház vezetése, mivel a nézők fele egy diákcsoport lett volna. Őket tudták értesíteni, hogy egy másik időpontban megnézhetik a darabot, de a többi előadással már nehezebb helyzetben vannak. Holnapra betettünk egy plusz előadást, ezt meg tudtuk tenni, úgyhogy ezt így tudjuk kezelni. A többi előadással kapcsolatban éppen azon tanácskozunk, hogy ezt hogy fogjuk megoldani, hogy fogjuk kiértesíteni a kedves nézőket, hogy esetleg nem mindenki fér be az előadásra, illetve hogy tudunk pótelőadást betenni, úgyhogy dolgozunk a helyzeten. Több színházban is érdeklődtünk, de a legtöbb helyről azzal utasították el stábunkat, hogy egyelőre fogalmuk sincs, hogy miként tudják kezelni a helyzetet. A debreceni Csokonai Színház vezetője azt mondta, hogy a nézők az eddigi szabályokat is elfogadták, betartották, így abban bíznak, hogy a legújabb előírásokat is tolerálni fogják. Nagyon jó a nézői, tehát tényleg a nézői attitűd nagyszerű, tehát mindenki betartja maximálisan azokat a kéréseket, amiket kérünk, de az is látszik, hogy a nézőknek igényük van arra, hogy színházba jöjjenek, és ezt megpróbáljuk maximálisan kiszolgálni. A színházakban továbbra is kötelező maszkot viselni, de mostantól már csak minden harmadik helyre ülhetnek a nézők. A már eladott jegyekkel kapcsolatban a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy ez a mostani egy tipikus Viszmajor helyzet, és így is kell azt kezelni.